Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tiszpol kiemelten ellenőrzi a rendőrség a teherautókat és a buszokat egy héten keresztül. Napelempark Decsen, az egykori szeméttelep most adóbevételt termel a helyieknek. Utcafelújítás, két forgalmas közterület is megújul Pakson. Szülők iskolája, második éve fut Bátaszéken sikerrel a program. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kiemelten ellenőrzi a rendőrség egy héten keresztül a buszok és a teherautók sofőreit. Az akcióra nem csak Tolna megye útjain kerül sor, hanem az egész Európai Unió területén, az úgynevezett Tiszpol nemzetközi kezdeményezés eredményeként. Hosszú perceken keresztül vizsgálták a rendőrök ennek a kamionnak és a sofőrjének az iratait. Itt mindent rendben találtak. A férfi végül azt mondta, évek óta járja Európa útjait, és rengeteg balesetet lát, ezért szerinte hasznos a rendőrség egyhetes ellenőrzés sorozata. Én azt mondom, hogy kellenek, hogy normálisan menjenek a dolgok. Szerintem nem rossz, hogy van, kell, azért kell. Nem mindenki örülhetett viszont a rendőröknek. 15 ezer forint közigazgatási bírság és 4 büntető, 3 büntető. A biztonságjövet sem használta, és a platón szállított rakományt sem rögzítette megfelelően ennek a kis teherautónak a sofőrje. Csak előbbiért kapott bírságot, a rakomány szabálytalan szállításáért figyelmeztették. A rendőrség az adóhatósággal és a katasztrófavédelemmel közösen egy héten keresztül az egész országban kiemelten ellenőrzi a buszokat és a teherautókat vezetőket. Az akcióra uniós összefogás részeként kerül sor, így minden tagállamban ugyanezt teszik a héten az egyenruhások. Mégpedig a vezetési és pihenőidőket, illetve azokat, hogy a gépjárművekkel minden egyéb rendben van-e. A mai napon a 6-os számú fő 539-es kilométer szelvényében, illetve Simontornyán ellenőriznek kollégáim. A nemzetközi ellenőrzés sorozat hétfőn kezdődött és vasárnapig tart. 5-5 forinttal nőtt szerdán a benzin és a gázolaj ára, pénteken pedig további 3 forinttal emeli a 95-ös üzemanyag árát a MOL, így a benzin átlagára a hétvégére már 357 forint, a gázolajé pedig 393 forint lesz. A benzinkutak árai között akár 50 forintos különbség is lehet. 166 millió forintból megújul Pakson két utca, amik térkőburkolatot kapnak. Az Ősz és a Völgy utcában a felújítási munkálatok érintik a közműveket, a járda és útfelületet. További utak rekonstrukciója is várható még idén Pakson. Az önkormányzat műszaki osztálya folyamatosan méri fel az utak állapotát. Pakson az Ősz utca, Hunyadi és Temető utca közötti szakasza és az Ősz utcába torkolló Völgy utcának a felújítása elkezdődik hamarosan. A faltól falig történő munkálatok ideje alatt a környező utcákban is forgalomkorlátozásokra lehet majd számítani. Járda, úttest, minden megújul, közműveknek a felújítására, megújulására is sor kerül, itt a csapadék csatornától elkezdve közvilágításon keresztül mindenre kell gondolni. A légkábelek ugyanúgy, ahogy a többi utcánál is, amelyek már megújultak, föld alá kerülnek. Térkőburkolatot kap a két utca, zöld sávok kialakítására kerül sor, és új kandellábereket helyeznek ki. Az elektromos közmű kiváltások lesznek, csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és gáz kiváltás is fog történni ebben a projektben. A kivitelezésről szóló szerződést a napokban írta a Lápaks polgármestere és a kivitelező cég ügyvezetője. A valamivel több mint 166 millió forintos önkormányzati beruházás munkálatai február utolsó napján kezdődnek el. Azt megelőzően még lesz egy lakossági fórum, ahol az önkormányzat és a cég képviselői ismertetik az érintett lakossággal a munkálatok részleteit. A két utca teljes körű rekonstrukciójával július 19-éig kell végeznie a kivitelezőnek. A visszavásárlási határidőre figyelmezteti ügyfeleit a Nemzeti Eszközkezelő. A 2011-ben a devizahitelesek megsegítéséért létrejött szervezet megvásárolta a fizetésképtelen adósok ingatlanjait, akik ezt azóta visszabérelték.
Hamarosan viszont ismét tulajdonosokká válhatnak, ugyanis az eszközkezelő március 31-ig minden érintettnek megküldi azt a tájékoztató levelet, ami személyre szólóan tartalmazza az ingatlanra vonatkozó kedvezményes visszavásárlási feltételeket. Az ügyfelek dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlők maradnak változatlan bérleti díj mellett, azonban bármelyik lehetőséget választják, azt 60 napon belül kell megtenniük, ugyanis ha elmulasztják jelezni a döntésüket, nem csak hogy elveszíthetik a visszavásárlás lehetőségét, hanem a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. július 1-től a háromszorosára is emelkedhet. Napelempark épült Decsen, a területre évtizedek óta hordták a szemetet, ezt váltotta ki a most elkészült beruházás. A település reményei szerint jelentős helyi adóbevétellel is gazdagodnak. Hosszú évek óta jó munkakapcsolat köti össze Decsen kormányzatát az S+C Kft-vel. Így vetődött fel az egykori, sok 10 éve szemétlerakóként működő terület felhasználásának lehetősége. A Kft. Ezt követően tisztította meg a területet és építette fel a napelemparkot. 1980 napelem került itt felszerelésre, és egy trafót kellett telepítsünk, ami ide egy ilyen 600 méterre csatlakozik rá a nagy feszültségű elosztóhálózatra. A megtermelt állam a hálózatra megy föl, és innen kapják majd a fogyasztók. Antal Zsolt polgármester azt mondja, több szempontból is előnyös a beruházás a település szempontjából. Egyrészt az Unió klímastratégiának legalábbis be lehetünk avatkozni, tehát tudunk segíteni Magyarországon ezzel a két naperőmű parkkal. Másrészt reméljük, hogy a Kft. Nyerességesen tudja üzemeltetni a naperőmű parkokat, mert így az önkormányzat felé, azon kívül, hogy a területet bérli tőlünk, és bérleti díj formájában ugye a bérleti díjat fizet felénk, remélhetőleg nyereséget is termel, és így az iparizási adóbevételünket is növelni fogja. Harmadszor pedig ez a terület, amin most itt állunk, ez illegális szemét vagy hulladékra rakóként működött évek óta, és ezzel most ez a harmadik probléma is megoldódott, hiszen egy körbekerültetett és rendezett területen állunk. Antal Zsolt reméli, hogy ez a fejlesztés egy első lépés, és további beruházások és vállalkozások is megjelennek majd a területen. A február 25-i adóbevallási határidőre az evás és a katás vállalkozóknak még oda kell figyelniük. Az evásoknak ezen időpontig kell benyújtani a 1843-as számú bevallást, illetve megfizetni az egyszerűsített vállalkozói adót. Az egyre több katásnak pedig szintén február 25-ig kell benyújtani a hivatalhoz a 18 kata elnevezésű nyilatkozatot, valamint az adatszolgáltatást a megszerzett bevételről, a bevallást a százalékos mértékű adóról, társasági adóról. Eddig a napig meg is kell fizetni az adókat. Bonyhád idén 2,5 millió forint működési támogatást szavazott meg az Összefogás Közhasznú Alapítvány Együtt Egymásért nappali ellátójának. Ezt Filóné Ferenc Ibolya polgármester az intézményben rendezett farsangon újból megerősítette. Hozzátéve, az intézmény dolgozói már több mint 10 éve magas szintű munkát végeznek, aminek köszönhető, hogy a nappali intézmény családként tud működni, ahol a fiatalok nem csak jól érzik magukat, hanem fejlődnek is. A nappali ellátó tavaly bővítette ellátási területét. Idén is meglepték nem csak a szülőket, hanem a város vezetését is az Együtt Egymásért nappali ellátó fiataljai farsangi műsorukkal. Az intézmény több mint 10 éve segíti a szellemi és testi fogyatékossággal élőket. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntőjében mondta, mindig nagy örömmel vesz részt az intézmény ünnepein, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy név szerint ismeri a fiatalokat. Idén a város vezetése, elismerve a nappali ellátóban folyó magas szintű munkát, megemelte a működési költségre megszavazott támogatást. 2,5 millió forintos támogatást biztosítunk az Összefogás Közhasznú Alapítványnak. Bízom benne, hogy ez az összeg elég ahhoz, hogy az állami támogatás mellett és más pályázati források mellett egy olyan kiegészítő összeg, ami stabilan fenntartja továbbra is az intézményt, mert hogy szükségre van rá, az nem kérdés számunkra. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője elmondta, tavaly kibővítették a működési területüket, illetve az intézménybe járók létszáma is nőtt. Az alapítvány több pályázatot is nyert tavaly, így vehettek részt lovasterápiás foglalkozásokon, valamint egy 3 napos erdei iskolába is eljutottak a fiatalok többek között. 3 új ellátottunk van, egyik májusban, a másik pedig szeptemberben kezdett. Az ellátási terület is bővült, Komló, Óbánya és Szekszárdról vannak ellátottjaink még.
Az Együtt Egymásért Nappali intézmény minden fontosabb városi rendezvényen igyekszik részt venni, megmutatni magát. Az intézményben többek között palack, zsugorítással, szőnyeg és lábtörlőkészítéssel is foglalkoznak a fiatalok. Egyre nagyobb gondot okoz a szülők számára a gyerekeikkel való kommunikáció, a számítógép és okostelefonok használatának szabályozása, és egyáltalán a nevelésük, amit az iskolai tanárok tapasztalata szerint mindinkább rájuk hárítanak a szülők. A gyereknevelés nehézségeit és az arra adott válaszokat taglalja a szülők iskolája, aminek második évadát kezdték meg Bátaszéken. A gyerekek közel 70%-a minden nap használ okostelefont vagy tabletet egy kutatás szerint, ám egyre több felmérés mutat rá, hogy az ilyen eszközök használata negatívan hat az agyfejlődésükre. A szülők pedig tehetetlenek és támpontok után tapogatóznak, mit és mennyi telefon vagy videójáték használatot engedjenek, olvasható internetes fórumokon. Többek között ilyen problémákkal érkeznek a szülők iskolája elnevezési előadássorozatra az érdeklődők, amit egy tanítóként és pedagógus továbbképzőként tevékenykedő szakember tart. Az az érdekes, hogy ha nézzük a statisztikákat, akkor a szülők az, aki több időt töltenek a mobillal, mint a gyerek. Ugye a szülő adja a példát, és lehet, hogy ő panaszkodik arról, hogy milyen sokat vagy játszik a telefonjával a gyerek, akkor a szülő szálljon magába. Ő hogy csinálja? Hogy étkezés közben ő is felveszi a telefonját? Hát ha ilyen példát ad, akkor mit vár el a gyerekétől? A 20 éve Magyarországon élő szakember gyakran tapasztalja a munkája során, hogy a szülők szerint kizárólag az iskola felelőssége a gyerek megnevelése, nem a családé. Már hallottam olyat is, hogy a szülőnek az lenne az álma, hogy hétfő reggel beadja a gyerekét az iskolába, péntek este megy érte, és a hétvégén csak játszani kellene vele. Tehát kiszervezi a nevelést a családból, viszont a nevelés az elsősorban a családban történik meg. Ezért is kezdtük el ezt a szülők iskoláját, hogy a szülő is tanulja meg, hogy hogyan érdemes a gyerekkel foglalkozni. A szülők iskolája előadásai megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen ideológiák mentén nőttek fel a különböző generációk, ez hogyan hat ki a viselkedésükre és kommunikációjukra. A szülők iskolájának következő előadása március 7-én lesz, ahol a jellem formálását veszik górcső alá. A farsangi időszak hagyományos étele a fánksütéséről tanulhattak érdekességeket azok, akik ellátogattak kedden késő délután a Tolnai Magházba. Az interaktív bemutató során háromféle fánkot készíthettek el a szervezők a közönséggel közösen. A programot egy közösségfejlesztésre fordítható pályázat részeként valósították meg, amire a város önkormányzata nyert forrást. Mindig mást fogunk csinálni, de erre én sem számítottam, hogy ennyi embert érdekel a fánk. Azt itt, hogy a háziasszonyok mindenki tud fánkot sütni, de ez nagyon izgalmas, hogy ennyien eljöttek és érdekli őket, és írják a recepteket, és csereberélünk. Ez szerintem mindenkinek nagyon jó, meg maga ez a klub hangulat. A Pécsi Harsona Kvartett adott hangversenyt általános iskolásoknak a Bátaszéki Művelődési Házban a Filharmónia Magyarország program részeként. Farkas István Péter, az együttes vezetője, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának tanszékvezetője azt mondja, nagy szükség van a komoly zenét és hangszereket népszerűsítő programokra, mert egyre kevesebben mennek zenei pályára. Ennek hátterében a demográfiai csökkenés is állhat, vagyis az, hogy egyelőre kevesebb gyerek születik. Alapfokon is nagyon nagy a visszaesés, különösen a 60-as, múlt század 60-as, 70-es éveihez képest. De nem minden hangszer érvényes ez egyaránt. A Pécsi Egyetemen is van egy-két olyan hangszer, ahol nagyon lehet érezni ezt a visszaesést. Nekünk szerencsénk van. A részfúvós hangszereknél különösen a trombita és a harsona változatlanul elég jó utánpótlással rendelkezik, sőt, hát azt mondhatom, hogy a Pécsi Egyetemen évek óta a legmagasabb a harsonás növendékek létszáma országos viszonylatban is. Regionális híreink következnek. Mint egy 1,5 milliárd forintból 30 új kukásautó korszerűsítik a szemétszállítást Pécsen. Parkolóőrökre támadt gumilövedékkel, ítéletet hoztak a három embert megsebesítő férfi ügyében. Segítik a sportolókat, egészségügyi hátteret adnak, megállapodott az egyetem és a PVSK. Harminc új kukásautót vásárol a pécsi önkormányzat, amint egy 1,5 milliárdos beruházás keretében korszerű járművekre cserélik a régi hulladékgyűjtőgépeket.
Hatékonyabb lesz a munkavégzés is, hiszen a keskeny dűlőutakon is könnyebb lesz a szemétszállítás, mondta Őri László. Az alpolgármester és a kivitelező Seresgépipari és Kereskedelmi Kft. Ügyvezető igazgatója aláírták a fejlesztésről szóló szerződést. Mintegy 1,5 milliárd forint értékben vásárol a pécsi önkormányzat új kukásautókat. Az erről szóló megállapodást kedden írták alá a felek. Az eseményen Őri László alpolgármester elmondta, több szempontból is fontos a város számára ez a járműbeszerzés. Az egyik fontos szempont, hogy a beszerzés követően, amikor ezek a gépkocsik majd ténylegesen is forgalomba állnak, azt követően javul Pécs városában a hulladékszállítás minősége, és itt különösen is szeretném hangsúlyozni, hogy nő az a terület a városba, amelyet a szelektív hulladékgyűjtéssel el tudunk érni. Pécset ugyanis a keskeny dűlő utakon nehezen megoldható a szemétszállítás, fűzte hozzá Lejtol Csaba. A Délkom Nonprofit Kft. Ügyvezetője kiemelte, az új járművekkel sokkal hatékonyabb lesz a munkavégzés, például a Mecsek oldalban. Meg tudjuk oldani ezeken a területeken is a szelektív gyűjtést, be tudjuk vezetni nem csak a csomagoló eszközökre, tehát papírra, műanyagra, hanem a zöld hulladékra, kerti hulladékra is. Ugye ez is ugyanolyan fontos, hogy elkerüljön a háztartásoktól. Mint arról korábban beszámoltunk, a pécsi székhelyű Seresgépipari és Kereskedelmi Kft. Nyerte meg a közbeszerzési eljárást. Így ez a cég gyártja le a 30 új szemétszállító autót. Seres László, a vállalat ügyvezető igazgatója elmondta, a gépek a legmodernebb eszközökkel lesznek felszerelve. A szabványos, szelektív edényeket és a kommunális hulladékot tároló edényeket is tudja kezelni. Aztán a nagyobb kategóriában előfordul már olyan is, hogy nagy konténerüdítő szerkezettel is el van látva, az mellett, hogy van rajta kombinált bedobó szerkezet. Ezzel a beruházással mintegy 24 ezer háztartás hulladékszállítási igényét tudják kiszolgálni. A tájékoztatón kiemelték, mivel a járműveket a legkorszerűbb motorok hajtják majd, a levegő minősége is javulni fog. A fejlesztés várhatóan az idei év végén zárul. Együttműködési megállapodást kötött Magyarország első egyeteme és Pécs város legnagyobb múltú sportegyesülete, a Pécsi Tudományegyetem és az idén 100 éves Pécsi Vasutas Sportkör kooperációja a hatékony tehetséggondozást és a versenysport sportegészségügyi hátterét biztosítja. Az, amit elkezdünk és folytatunk a kollégák vezetésével, az sportolók százainak és ezreinek az életét teszi könnyebbé, tudományos hátteret tudja megadni a tevékenységükhöz. Ezt mondta az orvosi kar vezetője arról a megállapodásról, amelyet az egyetem és a PVSK kötött kedden. Ezzel egy több éves kialakult gyakorlatot szentesítettek a felek, amely például segíteti a sportolók kiválasztását. Van egy 6-8 éves gyerek, és annak ismerjük a biometriai adatait, tehát a jelenlegi adatait, akkor milyen tudományos gondolatmenet mentén lehet azt megjósolni, hogy 18-20 éves korára milyen magas lesz. És ugye a kosárlabda az a sportág, ahol a magasság számít, ezt vízilabdába talán kevésbé kéne figyelembe vegyük. Ezért ez egy izgalmas kutatási terület, amit egyébként Kozma Zsolt vezetésével az AOK-n is végzünk, a KK is csinálja, illetve érdeklődik természetesen a kosárlabda élet is felőle. Ez csak egy példa, milyen együttműködés képzelhető el az egyetem és a sportklub között. Ennél több lehetőségük lesz a gyakorlatban a közös munkára. A kiválasztástól kezdve egészen a rehabilitációig, de szükség lehet a munkánál például sportpszichológusra, különböző mérések elvégzésére, a mérések elemzésére, ennek szellemében mondjuk az edzésmunka megfelelő tervezésére. Összességében egy nagyon széles spektrumú lehet ez az együttműködés, ami az egyesületi munkahatékonyságát javíthatja. Idén 100 éves az egyesület. A kosárlabda utánpótlás szakosztálya egy éve akadémiai keretek között működik. Ezért együttműködnek sportegészségügyi szolgáltatóval. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásnak köszönhetően most már nem csak a kosárlabda növendékek, hanem az egyesület valamennyi sportolója ellenőrzött keretek között élvezheti a felkészült szakemberek, a korszerű szaktudás és modern felszerelés nyújtotta sportegészségügyi hátteret.
Ítélet született a parkolóőrökre támadó férfi ügyében a pécsi járásbíróságon. Kedden tartottak előkészítő ülést az ügyben. A vádlottnak súlyos testi sértésért kell felelnie, miután rátámadt három parkolóőrre Pécset, mert el akarta blitzelni a fizetést. A lövések miatt az egyik parkolóőr könnyebb sérüléseket szerzett, a két női társa azonban súlyosan megsebesült, amikor egyikük jobb alkarját találta el egy lövedék, míg kolleginálját kétszer hátba lőtte az elkövető, aki a bíróságon elismerte ugyan a bűncselekményt, elfogadta a vádiratban leírtakat, azonban sokalta az érte javasolt 3 éves szabadságvesztést. Ezért a bíróság hozott határozatot az ügyben. Bűnös 3 rendbeli súlyos testi sértés büntetében, melyből egy rendbelit kísérletként valósított meg, BTK 164-es szakasz, 1-es bekezdés, 3-as bekezdés. Ezért a bíróság vádlottat halmazati büntetésül 2 év 4 hónapi szabadságvesztésre és 3 évi közügyektől eltiltásra ítéli. A bíróság a szabadságvesztés tartalmába beszámítani rendeli a 2018 év március 21 napjától előzetes fogvatartásban eltöltött időt. A szabadságvesztést börtönbe kell végrehajtani. A társkeresésnek ma már számos formája lehet, 100 évvel ezelőtt azonban sokszor csak társkereső hirdetések segítségével találtak egymásra az emberek, akik nem voltak szemérmesek. Konkrétan megfogalmazták, milyen vagyonnal rendelkeznek, és mik az elvárásaik a leendő társukkal szemben. A legérdekesebb régi hirdetések között válogattak a kaposvári Takács Gyula megyei és városi könyvtárban. Szerintem mindenki talál igazán érdekeset, aki végig bogalázta ezt a néhány kiemelést. Mi az, ami neked leginkább tetszik? Nekem a debreceni moziban megbámult két bájos barna leány keresésében feladott hirdetés a nagy kedvencem. Úri leány levelezne rokkant tisztel, tisztességes ismerettség értelmében. Erre a hirdetésre rokkant tiszt jeligére várták a választ. Az sem volt ritka, hogy a vagyonokat is feltüntették a társkeresők. Viccesnek hat ma már ez a világnyelve, hogy körülírják a szándékokat, ugyanakkor meglepő lehet sokaknak, hogy mennyire konkrét mondjuk a hozományra vagy az állandó jövedelemre vonatkozó részeket tartalmaznak ezek a hirdetések. Úgyhogy azt mondom, hogy picit szemérmesebbek voltak, de ugyanakkor lehet, hogy mi azt gondolnánk, hogy sokkal visszafogottabban mentek ezek a társkeresések, holott nem így volt. Ez a 100 évvel ezelőtti hirdetés is konkrétan fogalmazott. A gyermektelen hölgy, mint írta, 5 szobás berendezett lakással, 250 000 koronával férjhez mennék, 30 évnél idősebb úriemberhez. Hogy találta végül férjet magának, nem tudni. Az viszont megfigyelhető a hirdetésekből, hogy volt, aki egyfajta kerítőként kereste az egymásnak megfelelő partnereket. Bár Valentin napjához kapcsolódóan készült a megyei és városi könyvtár új kis kiállítása, bármikor időszerű lehet a téma. A kollégáim idéről időre összeülnek egyfajta kötetlen ötletelésre, és egy ilyen megbeszélés során jutott valakinek eszébe, hogy a régi folyóiratok tartalmát reklámozzuk valami vicces, kedves formában. És Valentin nap közelettével arra jutottak a résztvevők, hogy akkor apró társkereső hirdetéseket gyűjtenek ki a régi újságokból, aminek nagy sikere van nem csak a kollégák, de a könyvtárlátogatók körében is. A kiállítás, mint a könyvtár igazgatója mondta, remek eszköz arra, hogy a régi folyóiratállományra felhívják az olvasók figyelmét. Mivel a somogyi megyei lapokban nem jelent meg társkereső hirdetés, ezért ez a mostani válogatás egy picit idegen itt a könyvtárban, hiszen más folyóiratokból szedtük össze az anyagot. Szeretném azt, hogyha a somogyi hírlapból is kerülnének ki későbbiekben valamilyen apropó kapcsán régi hirdetések, kis színes hírek, nagyon élvezetes ilyet olvasni, és egyedülálló gyűjteményünk van ezekből, hiszen mint megyei könyvtár 130 évre visszamenőleg gyűjtjük a folyóiratokat. Alkalmaktól, ünnepektől függően tervezik a könyvtárban, hogy hasonló kiállítást szerveznek, válogatva az akár 100 éves lapok tartalmából. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Tiszpol kiemelten ellenőrzi a rendőrség a teherautókat és a buszokat egy héten keresztül. Napelempark Decsen, az egykori szeméttelep most adóbevételt termel a helyieknek. Utcafelújítás, 2 forgalmas közterület is megújul Pakson. Szülők iskolája, 2. éve fut Bátaszéken sikerrel a program.
Csütörtökön jellemzően vékony felhőzet mellett napsütés ígérkezik, továbbra is az átlagosnál enyhébb délutáni hőmérséklet valószínű. Este észak felől megvastagszik a felhőzet, éjjel szorványosan gyenge, szitáló eső, zápor nem kizárt, de jelentős csapadék nem várható, marad az évszakhoz képest enyhe hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!